Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, izgalmas témával készültünk ma este is. Orbán Viktor a ma reggeli Kossuth Rádiós interjújában hosszan beszélt energiaválságról, szankciós politikáról, arról, hogy Magyarországnak át kell gondolnia már, mint a kormánynak a 2023-as költségvetést, és Ukrajna támogatásáról is beszélt. Egész konkrétan azt mondta, hogy Magyarország kénytelen, kelletlen, de belátja, hogy támogatnia kell Ukrajnát, hogy hogyan és milyen formában és mennyiből. Ezeket a kérdéseket is elbeszéljük, majd mutatom a mai vendégeinket. Itt van Dávid Ferenc, a DK gazdasági árnyékminiszter, DK-s politikus. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Szent Ivány István külpolitikai szakértő, Egyesült Ellenzék korábbi külpolitikai kabinetvezetője. Jó estét kívánok önnek is, és Kele János, a Momentum elnökségi tagja. Köszönöm szépen, hogy eljött. És akkor kezdjük is ezzel a bizonyos rádiós interjúval, amit ugye ma Orbán Viktor adott. Beszélt át a költségvetésnek az újratervezésről, és egész konkrétan azt mondta, hogy például a 2023-as gazdasági helyzet, már mint Magyarország gazdasági helyzete, az nagyban függ, ha például a szankciós politikától is. Brüsszel azért nem adta oda az uniós források egy részét, mert baloldali győzelmet várt áprilisban, jelentette ki Orbán Viktor az állami rádióban. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Magyarország energiaimportra szorul, emellett hozzátette, a családok rezsivédelmének megtartása érdekében megkerülhetetlen a jövő évi büdzsé újratervezése. Ez most folyik, úgy látjuk, hogy a következő évben, ha a vállalkozók is jól teszik a dolgokat, a munkavállalók is jól dolgoznak, és a kormány is jól dolgozik, akkor el tudjuk érni, hogy a magyar gazdaság ne essen recesszióba, ne kezdjen el hátrafele menni, hanem továbbra is legyen gazdasági növekedés, egy 1,5%-os gazdasági növekedéssel számolunk. Az ellenzéki pártok szerint technikai recesszióra, komoly megszorításokra és még magasabb inflációra kell felkészülni. És akkor tegyük még hozzá azt, amit mondott Orbán Viktor, amiről egyébként korábban is beszélt, mert hogy a magas energia árak miatt ugye évente 4000 milliárd forint pluszra van szükség az energiaimportnak a megdrágulása miatt, és hogy alapvetően ezért van szükség a költségvetésnek az átírására és pénzeknek az átcsoportosítására. Ez mennyire reális ez a cél? Át lehet most így csoportosítani a költségvetést? Ugye ennek önnek elég markáns véleménye volt a költségvetéssel kapcsolatban. Most sem változott a véleményem. Ugye a parlamentben minden ellenzéki párt azt kérte júniusban, hogy ne fogadják el a 2023. évre vonatkozó állami költségvetést, hiszen gyakorlatilag két hétre előre nem lehet látni a gazdasági folyamatokat. Ennek ellenére keresztül erőszakolták. Hogy mennyire homokra épített ez a költségvetés, én csak három számmal akarom illusztrálni. Az egyik az, hogy kezdem a legkönnyebben nem észthetővel, 5,2%-os infláció van a jövő évre elfogadott költségvetésben. Most barátok közt is mondhatom, hogy a háromszorosa lesz körülbelül a jövő évi pénzromlás, de lehet az is, hogy több. A másik ugye nagyon fontos szerintem bázisszámként az euró árfolyam, mert egy nagyon meghatározó paraméterre, hogy milyen árfolyamra építjük a költségvetést. 377 forintra van a költségvetésbe beállítva, én most úgy tudom, hogy 30 forinttal legalább, vagy 40 forinttal inkább több lehet az euró. És az utolsó szám a gazdasági növekedésre vonatkozó szám. A költségvetésben 4,1%-os növekedés van, ma a miniszterelnök, ha jól emlékszem, 1,5%-osról beszélt, de szigorúbb gazdászok, mint például a volt bankelnök Nagy Márton, az azt mondja, hogy hát igazából, ha plusz nulla, akkor jó. És a legnagyobb probléma a dologgal, hogy míg nyáron a parlament ezt megvitatta, míg a nyáron benyújtottunk természetesen ellenzéki módosító indítványokat, erre most nem lesz lehetőségünk, mert a meghosszabbított vészhelyzettel ezt rendeleti formában saját hatáskörben át fogják rendezni. De ha ez a helyzet, akkor továbbra is érvényes a kérdésem, hogy ez a bizonyos 4000 milliárd, ugye amire Orbán Viktor korábban is, meg most ebben a rádiós beszédben is utalt, meg amit hozzátett, hogy az egész 2023-as gazdasági kilátások a szankcióktól, meg a szankciós politikától függnek, akkor hogy lehet ezt összehozni, ha jelenleg ilyen állapotban van a költségvetés?
Hát látszik, hogy óriási pánik van, tehát szerintem ezt nem lehet másképpen magyarázni, ez a permanens újratervezés, tehát tényleg az ember csak Nagy Mártonnak a nyilatkozatait követi, hogy 5% lesz az infláció, 20, most már 25-nél tartunk, hogy most 4% lesz a növekedés, vagy 1,5% lesz a növekedés, hogy jók-e az ársapkák meg a hatóságárak, vagy nem jók, vagy ki kell őket vezetni, vagy éppen meg kell őket tartani, teljes káosz van, tehát az ember nem tud ezen eligazodni. És ez mutatja meg nagyon jól, hogy minden, amire az idei terveit a kormány építette, a költségvetést is, de benne sok minden más egyéb elemet, akár politikailag nézzük, akár az Európai Unióval történő egyezkedést, amire majd nyilván kitérünk ma, az mind egy légvár volt. Tehát nagyon szépen látszik utólag, hogy ők arra számítottak még tavasszal is, hogy ezt a háborút Oroszország viszonylag gyorsan megnyeri, és normalizálódik az energiapiac valamilyen olyan módon, ami közel van a korábban megszokottakhoz, és nem kell nekik ezzel a hatalmas többletköltséggel szembesülniük, amiről ők egyébként azt hazudták, hogy nincsen, hiszen nagyon stabil orosz gázszerződésünk van, nagyon olcsón kapjuk az orosz gázt, nem lesz semmi baj. Kiderült, hogy ez nem igaz, hiszen a tőzsdejárhoz van kötve nagy valószínűség szerint a magyar-orosz gázszerződés, tehát a tőzsdejárak elszállnak, akkor Magyarország sem kapja tovább olcsón a gázt, tehát ezt a hatalmas mennyiségű összeget, ezt az áremelkedést valamiből ki kell gazdálkodni. Tartalék nem maradt, hiszen kiszorták a választások előtt az összes pénzt. Tehát sokkal tovább nyújtózkodtak, mint ameddig a takaró ért. És ezért van most hát ekkora baj. Mi következik baj. Ebből? Ezek szerint nincs plusz pénz, vagy nincs mozgás? Megszorítások következnek. Ez van most. Megszorítás által. Ugye ez is elhangzott, és akkor egy kérdés ide, ez kicsit ilyen politikai vonatkozás. Ugye elhangzott a rádiós beszédben az, hogy tulajdonképpen a baloldalnak az ármánykodása is ott van a háttérben, ami miatt nem kapjuk meg a pénzeket, már mint az uniós pénzeket, és abból következik sok-sok minden, ami miatt ugye a kormány nehezen tud lépni. Hát ez teljesen nevetséges állítás, ugye teljesen egyértelmű, hogy miért nem kapják meg az uniós pénzeket. Az unió ebben teljesen nyílt és őszinte vitát folytat velük. Ez részben jogállamisági problémákkal függ össze, részben korrupciós problémákkal. Egyik sem köthető, sem a baloldalhoz, sem semmelyik ellenzéki párthoz. 12 év kormányzás után nehéz lenne bármit is az ellenzékre fogni. Egyébként van is egy ugye, alapvető ellentmondás a kormány retorikájában, mert általában azt szoktam mondani, hogy az ellenzék az gyenge, az nem létezik, az jelentéktelen, most pedig teljesen megfelnagyítja a jelentőségét, és úgy akarja beállítani, hogy minden probléma forrása az ellenzék, és Brüsszel csupán amiatt nem adja. De hát össze-vissza beszélnek, mert Orbán Viktor ebben a mai beszédben meg azt mondta, hogy azért nem adja Brüsszel, mert nem a baloldal nyert, tehát nem mesterkedés, mert nem a baloldal. Máskor már mondták azt is, hogy azért nem adják a pénzeket, mert a pedofil törvény, mondták azt is, azért nem, mert a migráció. Tehát mindenfélére próbálják ráfogni ezt. Most ami a 4000 milliárdot illeti, hát egyrészt senki nem tudja, hogy jövőre mennyi lesz az ára az energiahordozóknak. Tehát ebben ezek ilyen hasbeszédek. Tehát mondhatna 10 milliárdot is, meg 2000 milliárdot is, az éppen amennyi tetszik. Másrészt pedig ennek jelentős részét most beszedik a lakosságtól, illetve a vállalatoktól, még inkább a vállalati szférától. Tehát ez nem olyan értelemben, nem a költségvetés terhelő túl kiadás semmiképpen. Valamennyit nyilván a költségvetésnek is hozzá kell tenni, de hát egy teljesen hazug beállítás, hogyha a költségvetés terheli, mert ezt szépen ráterhelték a lakosság és főleg a vállalati fogyasztókra. És miután inflációs pszichózis van, és csak és kizárólag a költségvetési szempontból megközelítve, igazából nagyon nem kell aggódniuk, hiszen olyan általános forgalmi adóbevételük van, ami igazából magát a költségvetés egyensúlyát nem fogja fölborítani, csak egy gyakorlatilag kikerülhetetlen inflációs helyzetbe, egy inflációs spirálba fogunk belekerülni. És még valamiről lenne érdemes, ha már miniszterelnököt emlegettük, miről nem beszélt? Hát ebből a beszédben arról az a problémára, ami a teljes magyar oktatás és a teljes egészségügyet sújtja, egyetlen mondatot nem mondott. Vagy például, amikor azt mondta a végén is, a bejátszásban is benne volt, hogy ha a vállalkozók jól vállalkoznak, ha a munkavállalók jók lesznek, a kormány jó kormányod, akkor megússzuk a jövő évet. Ott hagyták a munkaadókat és a munkavállalókat a minimálbér tárgyalás kellős közepén. Ő mondta el két nappal ezelőtt egy Széchenyi Kártya program rendezvényen, ha emlékszik rá, azt mondta, hogy falnál vagyunk, nincs járulékcsökkentés. Kérdezem én, hogy fogja az a kisvállalkozó kifizetni az infláció követő bérfejlesztést, ha csak 15%-ot számolok, milyen erőből fogja, és azok a munkavállalók, akik bért követelnek, akiknek fölzabálta az idei infláció a teljes minimál béremelést, ne felejtsd, hogy 1 millió fölötti ember van, akit közvetlenül érint a két bértarifa, és erről a miniszterelnök mi előkelő idegenként nem beszél.
Mondjuk ehhez képest akkor folytassuk is innen, hogy mi fér bele a költségvetésbe, meg mi nem, mert ehhez képest arról is beszélt Orbán Viktor ma a rádió interjújában, Ukrajnával kapcsolatban egyébként, hogy újra kell építeni az ukrán államot majd, és ehhez viszont Magyarország kénytelen kelletlen, de segítséget fog nyújtani. A magyar kormány továbbra sem támogatja, hogy az Európai Unió közös hitelfelvétellel adjon támogatást Ukrajnának. Azt viszont, mint Orbán Viktor mondta, Magyarország kénytelen, de belátja, hogy támogatni kell Ukrajnát. Ukrajna nyugathoz, ezen belül az Európai Unióhoz is fordult, hogy adjunk pénzt. Ilyen egyszerűen és primitíven, adjunk pénzt. A miniszterelnök azt mondta, Magyarország nem boldog tőle, de elfogadja, hogy Ukrajnának 18 milliárd euróra lenne szüksége az Uniótól ahhoz, hogy az állam működőképes legyen. Mi azt javasoljuk, hogy ne keverjük össze az Európai Unió költségvetésének pénzeit, meg az Ukrajnának adandó segítséget. Ha akarunk segíteni, akkor osszuk szét egymás között a segítséghez szükséges összeget. Minden ország súlyozva vállalja a maga részét, és a saját költségvetésből ezt kétoldalú megállapodásokkal adja oda Ukrajnának. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország ezt az összeget már elkülönítette. Na, akkor viszont innen jogos a kérdés több szempontból is, hogy egyrészt ezt az összeget elkülönítette, ugye ehhez képest az elhangzottakhoz képest egy érdekes kérdés, a másik pedig ez a különutas javaslat, amit mondott, hogy mindenki külön-külön súlyozva, maga súlyának megfelelően támogassa Ukrajnát. Igen, de itt ami nagyon fontos volt, ez a kénytelen kelletlen, ez rendkívül árulkodó. Ez jelzi az ő viszonyát Ukrajnához. Ugye Németországban arról beszélt, hogy mi életünket és vérünket Ukrajnáért, tudtuk, hogy nem igaz, most sokkal őszintébb volt, igazából semmit nem tenne. Valóban elkülönítettek valamennyi pénzt, és megbízta a Szijjártó Pétert, azt hiszem 180 millió eurónyi összeget, és megbízta Szijjártó Pétert, hogy tárgyaljon Ukrajnával arról, hogy ezt kétoldalú alapon adják meg. Csak itt az a helyzet, hogy Ukrajnának nem erre van szüksége, hanem valójában arra a havi másfél milliárd eurós támogatásra, amit kért, ami 18 milliárd lesz a jövő év folyamán, és ez így nem jön össze ebből a 187 millió tagállami hozzájárulásokból, ez egy közös hitelfelvétel lenne. Ez egyébként egy nagyon érdekes próbatétel is lesz december 6-án, mert beterjesztették újból a tanács elé, és hát mindenki kíváncsian várja, hogy fog reagálni a magyar kormány. Ez hatással lehet még arra is, hogy milyen döntés születik a magyar ügyben, mert a cseh elnökség az ezzel éppenséggel nagyon bölcs módon kicsit nehéz helyzetbe hozta Orbán Viktort, mert eredetileg később szavaztak volna róla, most előhozták az ukrán szavazást is, előhozták a globális adóról való szavazást is, tehát itt fölmérik azt, hogy Magyarország mennyire működik együtt, és utána kerül sor a magyar támogatások megszavazására. Érhetik kellemetlen meglepetés. Igen, épp innen akarom folytatni a kellemetlen meglepetésektől, hogy akkor ezek szerint ez az elkülönített pénz, ez benne lehet a költségvetésben, mert hogy ezek szerint kénytelen kelletlen, de mégiscsak oda fogja adni. De nem láttuk ezt a költségvetést, és tartok tőle, hogy nem is fogjuk látni, értelemszerűen benne kell lenni. De én egy mondattal még utalnék, amit István mondott, hogy ennek tényleg a dallama rettenetes dolog, hogy nem vagyunk boldogok az ukrán helyzet. Gondolja, hogy az ukránok boldogok? Tehát hogy közelíti meg a magyar miniszterelnök ezt a kérdést? Miféle cinizmus ez, hogy így beszél, és ráadásul megint kihúzza magát egy közös rendszerből, mi mások vagyunk, mint a többiek. Át fog ez vajon menni, vagy milyen üzenete lehet ennek? Mert ugye ez kétféleképpen is olvasható. Egyrészt olvasható úgy, amit a kormány kommunikál, hogy mi segítünk Ukrajnának. Ugye Novák Katalin is arról beszélt nem olyan régen, néhány nappal ezelőtt Kijevben, hogy támogatjuk, nagyon nagy segélyt adunk Ukrajnának, de nem a közösből. Tehát tulajdonképpen kétféle olvasata lehet mindennek. Nagyon érdekes, hát ez is tele van ellentmondásokkal. Tehát, hogy a közösből nem, tehát közös uniós hitelfelvételen nem segítünk Ukrajnának, miközben ez Magyarországnak egyébként olcsóbb, mint a piacról finanszírozáshoz jutni, hiszen ez a lényeg a közös uniós hitelfelvételnek, hogy az úgynevezett AAA besoroláson kap hitelt ilyenkor minden tagállam. Magyarország egyedül nem így kapna egyébként, nem ezeken a tarifákon kapna finanszírozást a piacról, tehát nekünk ez elvileg jobban megéri, azt nem kell nekünk, a sajátunkból adunk, kevesebbet ugyan, miközben más fórumokon elmondja a miniszterelnök, hogy a falnál van a költségvetés, tehát járulékcsökkentésre nincsen pénz, erre mégis van pénz,
kénytelen kelletlen, ez ugye megint üzen a saját szavazótáborának, és egyébként üzen az Európai Tanácsba is, ahol ez a bizonyos szavazás zajlik majd hamarosan, nyílt lapokkal zsarol igazából. Tehát, mit üzen? Mi lehet ez akkor, ez az üzenet, hogyha lefordítjuk? Azt mondja, hogy akkor járulhat ehhez hozzá, hogyha nem szavazza meg a tanács a bizottság javaslatát a magyar kohéziós források befagyasztásáról. Ez van most az asztalon, mint tét, illetve a globális minimumadó. Ez a két kártyája van Orbán Viktornak, és ezeket cserélgeti, mint adut, azért, hogy kikényszerítse a magyar kohéziós források feloldását a tanácsi döntéshozatalon. És távolít, ne felejts még el, az, hogy közben a NATO keretein belül meg zsarolja azzal őket, hogy hát már februárban, mert most már a parlament következő üliszaka fél éve van beterjesztve a NATO csatlakozás kérése. 5 perc alatt fogadná el a parlament, azt hiszem talán egyetlen párt lenne, amelyik nem szavazná meg, de azt nem nevezem meg. Tudjuk, hogy kiről van szó, 6-7-en vannak, de hát nem számít. Februárig ez is el van tolva, ez a harmadik nagy zsarolási potenciál. Inkább ad 180 millió eurót a magyar költségvetésből, ami a falnál van állítólag, mintsem, hogy feladja ezeket a zsarolási adukat az Európai Unióban. Akkor innen fogjuk folytatni. Bocsánat, egy mondat, azt tudja, hogy ezt nem kell odaadnia, mert ez nyilván nem fog elfogadni Ukrajna. Tehát ez persze egész egy zsaroló eszköz. Na akkor tényleg innen fogjuk majd folytatni néhány perc múlva, és folytatjuk majd arról a költségvetésről is beszélünk, ami elvileg a falnál van, ugye amiről az előbb már érintőlegesen beszéltünk, úgyhogy néhány perc múlva folytatjuk. Folytatjuk már is a mai témát, és a műsor első felében arról beszélgettünk, hogy Orbán Viktor ma reggel a rádiós interjújában azt mondta, hogy mindenképpen át kell tervezni a költségvetést, és hogy nem kis összeget juttatunk majd Ukrajna megsegítésére is. És itt a műsor első felében már felvetődött, hogy ehhez képest néhány nappal ezelőtt egy rendezvényen arról beszélt, hogy járulékcsökkentése már semmiképpen nincs lehetőség, mert hogy a költségvetés szempontjából elmentünk a falig, így fogalmazott a miniszterelnök. Az elszálló energiaárak és a rezsicsökkentés fenntartása nagy terhet ró a gazdaságra. A Kavosz rendezvényén a miniszterelnök arról beszélt, hogy csak idén 4000 milliárd forintot kell előteremteni valahonnan. Minden forint, ami létrejön, az be kell, hogy menjen a rezsivédelmi alapba, mert ott nekünk elő kell állítani körülbelül 2000, a tavalyi évhez képest plusz 2000 milliárd forintot. A kifeszített gazdaság nem várt módon csattanhat a dolgozó embereken. Én nem tudom csökkenteni, mi nem tudjuk csökkenteni a TB járulékot, mert a falnál vagyunk már, nincs hova hátrálni. Lehetetlen, hogy a magyar költségvetés a 23-as évben bármilyen járulékcsökkentés ki tudjon gazdálkodni, amellett, hogy fönn kell tartania a rezsivédelmi intézkedéseket. Ez pénzügyileg egész egyszerűen nem jön ki. Ez pedig a jövő évi minimálbértárgyalásokra is kihatással lehet. A munkaadói oldal ugyanis csak járulékcsökkentéssel tudná vállalni a várható inflációval megegyező emelést. A bejelentés viszont átírta a helyzetet. Na hát így van, mi is erről beszélgetünk, hogy ez a bejelentés finoman szólva átírta a helyzetet, és a műsor első felében is már ezt boncolgattuk, hogy mire lesz pénz, vagy mire nem lesz pénz, és ugye ez a bizonyos több ezer milliárd forint, amiről itt Orbán Viktor beszél, ezt láthatóan többször is előhozta, ugye újra szó volt a ma reggeli rádióbeszédben is arról. Ehhez képest ugye azt is mondta, hogy jövőre ki lehet maradni a recesszióból, de jövő decemberre egy számregyű legyen az infláció, tehát láthatóan, minthogyha ez irányba mennének a gazdasági folyamatok, mint hogyha tudná, hogy ez várható. Ehhez képest ugye itt arról volt szó, hogy hát nem nagyon lehet kiszámítani, hogy mi várható. Annyira felháborodva és annyira átlátszó a mellébeszélés. Ha visszaemlékszik 2-3 héttel ezelőtt, amikor bemondta, hogy kiadtam utasításba a pénzügyminiszternek, meg a bankelnöknek, hogy jövő decemberre meg kell felezni. Tehát komoly ember ilyet nyilvánvalóan nem mond. De térjünk vissza a bérekre, és még valamire, amiről nem beszéltünk, hogy itt hatalmas költségterhek fognak felmerülni a jövő évbe. Hát kezdjük a legegyszerűbbel, amit igazából törvény garantál. 2,5 millió nyugdíjasnak a nyugdíj emelése. Ha abban meg tudunk állapodni, hogy körülbelül 15% nyugdíjemelés lesz, ennyinek kell lenni, mert az infláció e körül lesz, ez azt jelenti, hogy be nem tervezett rögtön 1000 milliárd forint többlet. Erről nem beszélt a miniszterelnök. És amit nagyon hangsúlyosan szeretnék mondani, hogy ezt ő úgy adja elő, mintha ő kívülállóként nézni, hogy ez a pénz mennyiség felhalmozódott. Ezt a János az elején egy mondatban elmondta, hát egy év alatt két kézzel szórták szét a pénzt.
több ezer milliárd forintot adtak, ha most nem akarom felsorolni, az SZIA visszatérítést, a 25 év alattiakért, a nyugdíjaknak a különböző címszó, a fegyverpénz, és most csodálkozik valaki azon, hogy kiürült a kassa. És akkor ő hátrál a falhoz, és azt mondja, majd a munkavállalók meg a munkavállalók állapodjanak, munkavállalók meg a munkavállalók. Hogy állapodjanak meg, mikor mind a kettő ki van fosztva? És nagyon fontosnak tartok, hogy az, hogy ő, mint az érdekegyeztetésnek, meg a munkavállalóknak és a munkaadóknak a nagy atya, meg játékvezetője, ha már futball VB van, ez még hagyján. De ott, ahol nem közhatalomként jelenik meg, hanem munkaadóként, az egészségügybe és a pedagógusokról mit mondott ma ezeknek az embereknek? Milyen bérfejlesztés lesz jövőre? Milyen forrásból lesz ez a bérfejlesztés? És ezek nagy ágazatok, tehát 100-150 ezer darabonként. Ugye volt a G7 készített egy nagyon érdekes összeállítást arra vonatkozóan, hogy hogyan alakul a lakosság pénzügyi háttere, hogy ki mekkora különböző társadalmi rétegek, milyen összegekkel rendelkeznek, és két tulajdonképpen az látszik, hogy eléggé polarizálódik, vagy egyre jobban polarizálódik a társadalom. Azt írták, hogy a lakossági vagyont láthatóan megtépázta nyilván az infláció, de 2022 végére például a 30 millió forint felett megtakarítással rendelkező ügyfeleknél a kezelt vagyon nagyjából 8600 milliárd forint lesz, itt ugye becsült összegekről van szó, tehát az a réteg, aki viszont meg tudott takarítani, ennek a rétegnek növekszik a vagyona, miközben az MNB statisztikáiból pedig az derül ki, hogy a háztartások több mint 80%-ának nincs olyan megtakarítása, amivel mondjuk akár egy hónapot, vagy akár néhány hónapot át tudnának vészelni, hogyha nem lennének bevételei. Szóval azt látszódik ezekből a cikkekből, ezekből az adatokból, hogy nagyon-nagyon polarizálódik a társadalom. Hogyha innen nézzük a jelenlegi helyzetet, meg azt, amiről a kormányfő is beszélt, akkor mire lehet számítani, mi következik ebből? Ígnek el a megtakarítások, szerintem ez egy nagyon bajos árnyat vetít a magyar gazdaságra. Tehát az a rengeteg pénz, ami megjelent itt a választások környékén a magyar háztartásoknál, családoknál, ami egyébként ebben az inflációs pillanatban keveset beszélünk, de hát nyilván szankciók, meg háború, meg stb. Jön elő, de hát itt egy óriási pénzmennyiség jelent meg a piacon nagyon rövid idő alatt, ami hát ilyenkor nyilvánvalóan az inflációt megdobja egy eleve olyan időszakban, amikor volt ilyen nyomás egyébként is. Szóval, hogy azóta eltelt időben viszont részben az össze-vissza beszéd, a bizalomhiány, a kiszámíthatatlanság miatt egyrészt elkezdtek ezek a lakosság és egyébként vállalati megtakarítások elégni, elinflálódni fokozatosan, másrészt pedig akik növelni tudták a megtakarításokat, azok javarészt úgy tudták növelni ezeket, hogy kimenekítették forintból ezeket a megtakarításokat. Tehát akinek van arra elég tőkéje, elég informáltsága, elég ideje, hogy ebben egyébként befektetési döntéseket hozzon, az fogja és kiveszi a pénzét forintból, és egyébként euróban vagy dollárban vagy más eszközben takarít meg. Hát ez meg nyilván a forint árfolyamára van olyan hatásra, amilyenre van, amelyek szintén megjelenik, hogy beszélt erről a költségvetés tervezés, akkor egészen más forint árfolyamot prognosztizált a kormány. Ez egy ilyen spirál, egy ilyen saját magába forduló spirál, ami az egyik problémát hordja rá a másikra, és hát láthatóan ezzel a kormány nem is tud meg, nem is nagyon akarna mit kezdeni egyébként. Mondjuk ehhez képest pedig, akkor mondok még adatokat, mert jól, vagy hát érdekesen ezt a helyzetet mutatják, hogy például az állami adóssághiány, biztos találkoztak önök is ezzel az adattal, hát ehhez képest viszont a közintézményeknek a lejárt adóssága októberben 120,5 milliárd forintra ugrott, és azt írták itt ebben a cíben, hogy minden idők legnagyobb tartozási rekordja, ahol most tartunk. Ilyen gyors egyhavi eladósodása még korábban soha nem volt példa, és itt ugye közintézményekről beszélünk, majd aztán sorolom is, hogy melyek. Cizelláljuk a dolgot. Először ugye úgy kezdődött októberben, hogy a költségvetési intézmények ne fizessen ki a vállalkozói számlákat. Ja. Ez önmagában egyébként morálisan elfogadni egy jogállamban, hogy arra szólít fel a közhatalom, hogy ne fizessen ki a számlát, ez önmagában egy őrület. De ezt valahogy átnyomták. De amit ön idéz most, itt az a jó, hogy két irányú az adósság, nem fizetnek a vállalkozóknak, és nem fizetnek egymás köz sem. Belső körben tartoznak egymásnak, és ami ugye legyen vicces is a dolog, mert szeretem mindig, ha van benne egy poén, a legnagyobb eladósodott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, az, aki egyébként kaszálja be a pénzt. Tehát miféle káosz lehet az államigazgatásban, ahol ilyen módon próbálnak, és az, amit nagyon fontos mondani, hogy ez a júliushoz képest meg négyszereződött október végére, akkor 25 milliárd volt, és most 120 milliárd, és nem tudjuk, hol a vége.
Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy hol lehet ennek a vége, mert hogy ugye itt nagyon nagy ugrásokról, hát ezeknél az adatoknál azt látszik, két hogy nagyon nagy ugrásokról van szó, szóval innen indulok ki, akkor hogyan fognak ezek a közintézmények működni, vagy hogy működhetnek ilyen tartozással? Még ha lehetne az előbbi reagálni, mert egy nagyon fontos dolog kezd kibontakozni itt a szemünk előtt, ami a magyar társadalom fejlődése szempontjából nagyon aggasztó. Gyakorlatilag egyre távolodunk az európai társadalmi gazdasági modelltől, és egyre közelebb kerülünk a latin-amerikai modellhez. A latin-amerikai modell lényege az, hogy van egy szűk felső réteg, és van egy nagyon leszakadó, több milliós, tehát a társadalom nagy részét kitevő, kifejezetten szegény réteg. És ez a társadalom szétszakadásához vezet, aminek nagyon súlyos következményei vannak, nem csak az, hogy rossz dolog az, hogy sokan szegények, de hát ez a társadalmi stabilitást, a társadalmi békét is nagyon alapvetően érinti, és egy társadalom versenyképességét is. A stabil társadalmak azok középosztályi társadalmak mindenütt, ugye ez az európai modell lényege, hogy egy nagyon széles, tulajdonképpen jólétben, vagy legalábbis anyagi biztonságban élő középosztályon alapul minden, és ez az, amitől most egyre távolabb kerülünk, és ezek a legújabb adatok, amikről itt beszéltek a kollégák is, azok pontosan arra utalnak, hogy ez a szétszakadás, ez már évek óta tart, de most drámaian növekszik. És csak akkor még egy adat még ehhez a közintézményekhez, csak hogy a nézők is el tudják képzelni, az államkincstár szerint 582 költségvetési intézményből 489 jelentett lejárt tartozást. Tehát, hogyha az arányokat nézzük, és hát mondjuk azt, hogy 85%. NAV esetében, akkor itt azt látni, hogy nagyon-nagyon radikálisan növekednek ezek a számok. Mikor jelentették, hogy az intézményi fogyasztókat kivonják a rezsicsökkentésnek a hatálya alól? Tehát ezt lehetett látni, igen, nagyjából erről, hogy ez fog történni, nem tudják kifizetni a rezsiszámláikat ezek az intézmények. Tehát amikor a miniszterelnök arról beszél, hogy mennyibe kerül egyébként a rezsicsökkentés fenntartása, ugye minden másik Európai Uniós országban az történt, hogy jött egy energiakrízis, és megemelték az energia, meg a rezsi támogatását a leginkább sérülékeny társadalmi csoportokban, vagy a leginkább a társadalmi szempontból, közbizalom szempontjában a legfontosabb fogyasztóknál, tehát mindenhol növelték a támogatásokat, Magyarországon megjelent az energiakrízis, és kevesebb a támogatás, mint korábban. Ez olyan nonsens, amit én próbálok külföldieknek elmagyarázni, és tehát olyan értetlenséggel fogadják, tehát hogy ilyen tényleg párját ritkítja a világon, hogy nincsen, és ebből kivették az intézmény a fogyasztókat, kivették a vállalkozásoknak a nagy részét, valamennyi vállalkozás jogosult egyébként valamilyen feltételek teljesítés esetén támogatásra. Tehát amikor itt arról beszélünk, hogy béreket növeljen, meg infláció követő bérnövekedés legyen, meg a reál bér tartsa az értékét a munkavállalóknál, hát miből könyörgöm, amikor a fűtésszámlát, meg az áramszámlát nem fogják tudni ezek a kisvállalkozások kifizetni. És amikor ezek a kisvállalkozások tönkre mennek a te gondolatod, mert folytassam, hogy ugye, hogy ilyen helyzetekben, akinek van pénz, az befektet, már a Covid-nál tudtuk, belvárosi vendéglátósoktól lehetett tudni, hogy ugye, amikor bezártak és tönkrementek, már ott voltak azok a pénzesek, akik ezeket a tönkrementeket fölvásárolják. Tehát ha itt most tönkre fog menni, a vendéglátó szakma szerint januártól a vendéglátók 25%-a be fog zárni, érthető okok miatt. Egyrészt már nem lesz fizetőképes kereslet, másrészt meg nem fogja tudni kifizetni a rezsiszámlát. Már ott vannak a kesejük, akik a jó helyeken levő vendéglátókat olcsó pénzért föl fogják vásárolni. Egyébként... És akkor nyilvánvalóan az olló nyílik. Igen, erre céloztam itt a számokkal is, meg a pénzekkel, meg a megtakarításokkal. Egyébként, ha már itt az adásban emlegettük Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert, akkor egy idézet következik tőle, arra vonatkozóan, hogy ő hogyan látja a következő időszakot. Úgy fogalmazott, hogy kedvezőtlen külső gazdasági környezettel kell szembenézni a hazánknak, több sok hatás is éri a gazdaságot, energia, élelmiszer, kamatok, nyersanyagok, ami lassuló növekedést eredményez, az infláció elér akár a 25%-os szintet is. Ugye itt már emlegettük, hogy nehéz kiszámolni, vagy ebben a helyzetben bármilyen biztos adatot mondani arra, hogy mennyi lesz majd az infláció, de amikor a gazdaságfejlesztési miniszter arról beszél, hogy várhatóan 25% lesz, akkor abból mi következik, ha próbálunk bármilyen szinten akár a kisvállalkozók szemével, vagy a agyával gondolkozni. Ebből semmi nem következik, csak az, hogy egy elképesztő rossz üzenet, azt különösen súlyosnak tartom, hogy egyébként a Magyar Nemzeti Bankban dolgozó, 25 évet ott dolgozó szakember mondja, önmagában ennek a számnak a kimondása gerjeszti az inflációt. Mikor mi itt mérsékelt módon megállapodtunk 15%-ban, akkor ő miért mond be 25-öt?
Ugye azt is, tegyük hozzá igen. azt is, hogy ugye ő az, akinek megparancsolta Orbán Viktor, hogy jövő évben meg kell felezni, és egy számjegyűvé kell tenni. Hát, most minél nagyobbat mond, ugye annál könnyebb megfelezni, ebben van igazság, de hát itt arra volt, hogy egy számjegyű, igen. és ennek a fele nem, hát, egy, már nem egy számjegyű. Tehát itt ez ilyen szempontból is nagyon kérdés. Az is nagyon érdekes, hogy mi folyik egyébként a magyar gazdaság irányításban most? Tehát persze. ugye a Nagy Márton, mint volt jegybank alelnök, most éppen gazdaságfejlesztési miniszter, ugye a jegybank azért elég komoly lépéseket tett az infláció meg a forintárfolyam védelme érdekében, tehát 18%-ig vitte fel az alapkamatot, ugye egészen gyors ütemű és nagyon nagy növeléssel, és akkor egyszer csak interveniált a kormány, benne főképpen főszerepben Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, és azt mondta, hogy nem, a betéti kamatot 11,8%. Hol van erre példa a világon, hogy mond valamit a jegybank, aminek az a feladata, hogy védje a forintárfolyamot, küzdjön az infláció ellen, és jön valaki, aki a fiskális politikáért felel, most nagy vonalakban mondom, egyik a gazdaságfejlesztési miniszter, és fölülírja azt, amit a jegybank elnöke mond. Mi folyik a Fidesz gazdaság elitjében? Ki irányít itt, és mit? Világon van ilyen, tegyük hozzá, nemrég hallottuk, hogy azt hiszem Kirgizisztánban utasítását, hogy mennyi lehet az infláció. Tehát vannak olyan részei a világnak, de ne akarjuk őket utánozni. Akkor viszont egy másik idézet következik, méghozzá Oszkó Pétertől, ugye korábbi pénzügyminiszterről van szó, ő is a gazdasági kilátásokkal, vagy a gazdasági kilátásokról beszélt, és már is látják is a nézők, hogy ő mit mond, általában is rosszabb év elé nézünk, mint amilyen 2022 volt, sőt, ez átnyúlhat 2024-re is. 6-7 hónap múlva érhet el arra a pontra a reálgazdaság, hogy a munkaerő nagyobb csökkentésével reagáljon a recessziós környezetre, a forint gyengébb még lehet, erősebb, aligha. Nagyjából összecseng egyébként azzal, amit önök is említettek az előbb. Minden esetre ő azt mondta, hogy nagyjából ő is ebben a 20%-os inflációra számít, és akkor nem is beszélve ugye 40%-os élelmiszer áremelkedésről. Hát ha innen indulunk ki, akkor nagyjából hasonlóak a kilátások, mármint amit ő említ. Oszkó Péter. Oszkó Péterről azért azon, hogy mi ketten biztos meg tudunk emlékezni, önök még fiatalok voltak, hogy azért ő egy nagyon nehéz helyzetben volt az ország pénzügyminisztere, és abban az időszakban a magyar gazdaságnak hasonló, nem olyan, mint most, de hasonló jelgő problémák voltak, tehát az ő szavai számomra jobban hitelesebbek pénzügyminiszterként, amikor abban az egy bizonyos egy évben 2009-2010-ben volt, hogy kezelték a válságot, és azért tegyük hozzá, itt mindig nagyon fontos, hogy ők azért az országot 2010-ben egy 260 forintos euróval adták át, ha most meg ugye ennél 50%-kal magasabb. Ennyit értünk el 12 év alatt, hogy a magyar fizetőeszköz, mert erről még nem beszéltünk, sikerült 50%-kal leértékelni, és ez önmagában nem sokat mond, nyilvánvaló. De hogyha megnézi a V4-es versenytársaink közül a két nem euróst, az Lotyit és a cseh koronát, a cseh korona majdnem ugyanannyit ér 12 év után, mint 2010-ben, és a lengyel zlotyi talán 10-12%-ot romlott az elmúlt 12 évben, de ha éves viszonylatban nézzük meg, csak a magyar nemzeti fizetőeszköz romlott egy év alatt most 15%-ot. Na, bocsánat, nagyon érdekes zsonglőrködés folyik, mert ez valóban így van, és őszintén pillanataiban pedig Parag László vagy valaki előkerül, és akkor elmondja, hogy hát ez szándékosan van így, hogy mi rontjuk az árfolyamot, hiszen a olcsó magyarországi munkaerő a gazdasági modellünk alapja, ami egy elképesztően szomorú látlet, hogy ezek az emberek mit gondolnak az országra, meg a benne lakó emberekről, és hogy milyen hosszú távú tervei vannak, tehát nem ez vérlázító egyébként, de ebben ilyen módon látszik valami egészen beteg logika, hogyha ezt tudatosan csinálják. És politikai szempontból számomra az a nagyon érdekes, amit Oszkó Péter mondott, hogy ő azt mondja, hogy 6-7 hónap múlva ez a válság átszivároghat a munkaerőpiacra is. Politikai szempontból a Fidesznek akkor lesz nagyon meleg a pite, pestiesen szólva, amikor a munkaerőpiacon kell megküzdeni ezzel a válsággal. Nagyon jól látszik az ő politizálásukból, stratégiákból, hogy ők azt tanulták meg éppen abból a bizonyos válságból 2008-9 környéke, meg úgy korábban is az ő politikai szocializációjukban ez volt benne, hogy az igazán ártalmas egy inkumbens kormányra, hogyha az ő kormányzati ciklusában tömegével szűnnek meg munkahelyek, mert annak a választási eredményekben hatalmas látszata lesz.
Ezt, mondták, ezt akarják elkerülni, és ezért nem drága nekik az sem, hogy ilyen módon rontsák a forintot, ezért nem drága nekik az sem, hogy ilyen inflációt csináljanak, mert valahogy ezt a trade-offot így lövik be, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes hazárdjáték vagy zsonglőrködés szerintem. Egyébként ez a 6-7 hónap, ez mennyire lehet reális? Önök is hasonlóan látják ez a 6-7 hónap? Mert itt ment a vita arról, hogy ez mikorra kulminálódhat ez a probléma, ha így alakul, és hát itt azért nagyon nem mindegy, hogy 2-3 hónapról, 6-7 hónapról vagy egy évről beszélünk. Behoznék egy új szempontot, mert a 6-7 hónap szempontjából nagyon fontos az európai pénzek ügye. Igen, mindjárt beszélünk. Jó, csak ez fontos, mert akkor itt levegőben beszélünk. Egészen más a helyzet, ha ezek jönnek, és egészen más, hogyha nem jönnek. Ha nem jönnek, akkor itt sokkal nagyobb lesz a baj, mint amit most előre prognosztizálni tudunk. Ha jönnek, akkor az valamelyest enyhíthet a problémán. Akár még a forint árfolyamán is, hogy Oszkó Péter azt mondja, hogy nem hiszi, hogy erősíti. Én azt gondolom, hogy ha sikerül megszerezni, az valamelyest stabilizálhatja a forintot. De ebben a pillanatban, hát akkor ezek szerint később beszélünk rá, akkor elmondanám, hogy a helyzet azért egyáltalán nem egyértelmű, és nem biztos az, amit a kormány most úgy kommunikál, hogy jövő nyárra már biztos. Folytassuk is akkor ezzel, ha már az uniós pénzek ügyét. Ugye itt valóban egyelőre nem látunk teljesen bizonyosan, hogy megérkeznek-e az uniós pénzek, vagy sem. Ami bizonyosnak tűnik, hogy ez a bizonyos 7,5 milliárd eurónak ugye a befagyasztását javasolja az Európai Bizottság. Most itt tartunk. Akkora győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik. Közvetlenül az áprilisi választási győzelem után az Európai Bizottság jogállamisági eljárást indított a kormány ellen. Feltételül szabták, hogy Magyarország csak akkor kapja meg az uniós forrásokat, ha betartja a jogállamisági normákat. A kormány 17 vállalást tett a közbeszerzés, az igazságügyi rendszer és a korrupció felszámolásának területén. Az Európai Bizottság szerint ezek a lépések nem voltak elegendőek. A testület ezért, amellett, hogy elfogadta az 5,8 milliárd eurós helyreállítási tervet, 2,6 milliárd euró, azaz 3000 milliárd forint kohéziós forrás befagyasztására tett javaslatot. Ennek kifizetését szigorú feltételekhez kötik. Navracsics Tibor mégis biztos benne, hogy 2023-ra megkapunk minden uniós forrást, mert a kormány folyamatosan teljesíteni fogja vállalásait. Az, hogy valószínűleg kevesebb pénz érkezik és késve, közvetve az országos pénzügyekre is kihat. Hát valóban az, hogy jönnek ezek a pénzek, vagy nem jönnek a pénzek, ez valóban nagyon-nagyon sok mindenre kihat majd, és ugye itt a bejátszóban is elhangzott, hogy az 5,8 milliárd eurós helyreállítási tervet viszont jóvá hagyták, tehát várhatóan azokat az összegeket megkapjuk, vagy azt az összeget megkapjuk, illetve innen jött volna a kérdés, hogy akkor ezt tegyük helyre, hogy ez most jöhet, nem jöhet, és ezek egyáltalán mennyire felemás ez a megoldás, hogy ugye befagyasztották, ez azt jelenti, hogy nem kapjuk meg, vagy az, hogy további feltételekhez kötötték? Itt arról van szó, hogy további feltételeket is meghatároztak, most úgynevezett 27 szupermérföldet. Mérföldkő és szupermérföldkő. Igen, szupermérföldkövet jelöltek ki, tehát ezeket teljesíteni kell a magyar kormánynak ahhoz, hogy megkaphassa a pénzt. Ez az 5,8 milliárdra is vonatkozik. Az nem egyértelmű, hogy a 7,5-et automatikusan föloldják. Itt egyáltalán csak arról van szó, hogy az 5,8 milliárdot akkor kezdik el folyósítani, hogyha ezt teljesítette a magyar kormány. De tovább ment Johannes Hahn biztos a sajtótájékoztatója, mert azt mondta, hogy gyakorlatilag jövő március 31-ig, ugye ez a határidő, eddig kell teljesíteni, semmilyen kifizetést nem javasolnak. Ezt annyiban pontosítanám, hogy persze az agrárpénzeket kifizetik meg azokat, amik normatív támogatásként mennek, de a többi részét sem kapjuk meg a kohéziós alapoknak jövő március 31-ig, és nagyon kérdéses, hogy mi fog akkor történni március 31-én. És ez nem elsősorban azon múlik, hogy ezeket a feltételeket teljesíti a magyar kormány. Itt nagyon fontos látni azt, hogy itt két szinten mennek a dolgok. A bizottság az általában jogtechnikai kérdésnek tekinti, és a bizottságban volt hajlam arra, hogy már ezt a 17 teljesítést is elfogadják, mint teljesítést, de a politikai
klíma nagyon megváltozott Magyarországgal kapcsolatban. Tehát a magyar kormánynak az elmúlt fél évben tett folyamatos, provokatív magatartása, és most nem sorolom fel az összes vétót, vétóügyet és a tusványosi beszéd kevertfajúságát és a pedofiltől, és ezek nagyon megváltoztatták a Magyarország kormányának és a megítélését, és ez kihat arra, hogy a tanács hogyan dönt, és nagyon is függ attól, hogy hogyan fog viselkedni Magyarország. Itt egy nagyon szellemes ötletet vett elő a bizottság, vagy illetve a bizottság javaslata, és hogyha a tanács átveszi, akkor a tanács is, megtanulták kezelni azt a zsarolási technikát, amit a magyar kormány folyamatosan alkalmaz, mert tulajdonképpen ez annak a tükörképe, ami történni fog. Mert ha március 31-ig nem teljesíti, és az, hogy teljesíti ezeket a félig meddig puha feltételeket, az teljesen értelmezési kérdés. Az nem egy egyértelműen eldönthető kérdés, bármelyikre lehet azt mondani, hogy nem teljesítette, tehát folyamatosan tarthatja nyomás alatt a kormányt, más ügyekkel tekintettel is. Tehát úgy érzem, hogy ez az első alkalom, hogy a szuverenitására annyira büszke magyar kormány olyan helyzetben lavírozta magát, akkor tulajdonképpen elvesztette az irányítást a saját ügyei felett is, vagy annak jelentős része felett, és egy nagyon komoly szuverenitási problémába is beleütközött, és most ennek látjuk a példáját. Az, hogy mondjuk új feltételeket szabtak, ezek akár puhák, akár ilyenek, akár olyanok, de akkor ez egyfajta időhúzás itt az uniós intézmények részéről? Nem időhúzás, hanem várják azt, hogy mit teljesít, és a nyomást folyamatosan rajta tartják a kormányon. Nem engedik ki ebből a szorításból. Márciusig is lehet, hogy továbbra sem. Az egy nagyon fontos szempont szerintem, és szerintem is tanul a bizottság is. Nyilván a tanácson belül ugye teljesen megváltozott a politikai klíma, ugye már nem nagyon beszélünk róla, de hogy a Fidesznek nincsenek európai szövetségesei, mióta a Néppártból ugye kilépett, vagy eltávolították, vagy kizárták, vagy mindenki a tetszőlegeset húzza alá. Itt megtanulták azt kezelni, hogy ezt az úgynevezett chicken game-et hogyan futja Orbán Viktor. Ugye Orbán Viktor mindig arra játszott, hogy ő megy a falig, hát szeret a falnál lenni, a költséget is a falnál van, és a másik, a konstruktívabb fél, a politikai kultúrát egy egészen másképpen értelmező fél, az majd úgyis a végén engedményeket tesz, hiszen ők az egész bizottságnak a logikája, hogy a kooperáció keresése, meg az európai együttműködés a kooperáció keresésén alapul. Ezt trollkodta meg folyamatosan 10-12 éve Orbán Viktor. És most az a helyzet van, és szerintem ez a nagyon fontos benne, hogy Orbán Viktor az, akinek nincsen ideje. Azért nincsen ideje, mert ugye erről is keveset beszélünk, de ami pénzekre most vár a magyar kormány, tehát ők elindítottak operatív programokat, úgyhogy nincsen elfogadott partnerségi megállapodásunk sem, tehát nincsenek elfogadott operatív programok sem, ők ezzel együtt felhívásokat tettek közé, elkezdtek pályázatokat meghirdetni, elkezdték ezeket a pályázatokat elpirálni, kifizetéseket is elindítottak ebben, hiszen ez egy utolfinanszírozott rendszer, tehát majd ha van egy elfogadott operatív program, az abban megszületett felhívásoknak a számláit végén ki lehet küldeni Brüsszelbe, ők erre várnak, tehát van egy nagy kintlévőség, a költségvetést ez már terheli, nem jön be a másik oldalon az európai uniós pénz. Ez az egyik nagy probléma, a költségvetés része, és van a másik nagy probléma, a devizatartalék része. Nagyon drágán jut devizához az ország. Elképesztő gondok vannak, ugye néhány héttel, hónappal ezelőtt fizetési haladékot kellett kérni a Gazpromtól, mert nem tudták teljesíteni az orosz gázszerződést, ami nyilvánvalóan euróban kell teljesíteni. Nincs annyi, a devizatartalék adatokban lehetett látni, hogy ez a három havi tartalék közelébe csökkent a devizatartalék. Óriási szüksége van euróra a magyar gazdaságnak, és ez pedig az uniós pénzekből várhatja. Tehát most azt várhatja a bizottság meg a tanács is, hogy Orbán Viktor lesz az, aki hamarabb elrántja a kormányt, mert neki van kevesebb ideje. Ezek szerint gazdasági szempontból is, hát nyilván persze evidencia, de nagyon nem mindegy, hogy mekkora összegek érkeznek majd meg. Hogyha mondjuk a legrosszabb forgatókönyvre kalkulálunk időhúzásra, vagy arra, hogy nem teljesíti, vagy nem úgy teljesíti a kormány ezeket a mérföldköveket, szupermérföldköveket, akkor mi lesz a magyar gazdaságban? Mi lesz a vállalkozóval, inflációval, árfolyammal? Igen, egy következő lépés, és jó, hogy az urat beszéltek előttem, hát amikor megérkezik a pénz, akkor jön a következő lépés, hogy át kell tekinteni még egyszer, hogy melyek azok a beruházások, amelyek halaszthatók, melyek azok improduktívak, melyek, amelyek nem hoznak létre munkahelyeket, melyek, amelyek technológiai szempontból már a múltat idézik. Tehát a magyar költségvetésben még egyszer mondom, egy 30 ezer milliárdos költségvetés. Ebbe néhány ezer milliárd, 10%-át biztos, hogy át kell gombolni, és egyrészt bevételi oldalon is kell lépnie a kormánynak, erről ma még nem beszéltünk, mert az nem működik, szintén az Európai Unióban úgy tudom,
tudom, a magyar multinacionális kereskedelmi vállalkozások már fordultak az európai versenyhatósághoz, hogy megmondom azokat az ágazatokat, ahol beszedem a rosszul elnevezett extra profit adót, mert nem profitot adóztattak, hanem árbevételt, hanem akkor a teljes körre kiterjesztem, hogy a költségvetés bevételi oldalának is legyen stabilitásra. Mi egyébként javasoltuk ezt, és többen partnerek is voltak, hogy azok a közbeszerzők, akik az elmúlt évtizedben évente 50-100 milliárd forintos közbeszerzéseket nyertek, nyugodtan ki lehet vetni közbeszerzési adót. Tehát egyrészt a hazai bevételi forrásokat lehet erősíteni, jönnek az Európai Uniós pénzek, ez a bevételi stabilitást adhatja, és a másik az, hogy át kell tekinteni, hogy melyek azok a beruházások, amelyeket halasztani kell. És még valami, ami viszont rossz hír, hogy látjuk azt, hogy még mindig vannak olyan költségvetési pénzek, nem tudom, olvastátok-e, hogy űrkutatásra 40 milliárd forint. Ma éjszaka jött ki egy kormányhatározat, hogy az egyébként már 230 milliárd forintba kerülő atlétikai csarnokra még 8 milliárdot oda kell pakolni, holott az építési miniszter azt ígérte a meghallgatáson, hogy minden beruházás az adott meghirdetett áron lesz. Tehát itt egy nagyon szigorú elosztási, tehát nem csak arról van szó, hogy meg kell szerezni, hogy mi a kulturált formába a pénzeket, hanem arra is törekedni kell, hogy ennek az elosztása most már tényleg racionális legyen, és hát ne 10-20%-30% korrupciós veszteség legyen. Ráadásul ugye van egy olyan intézkedés, amit hát sokan kritizálnak, az ástopokról beszélek, aminek a fenntarthatóságát hát sok gazdasági szakember kritizálta már korábban is, de most már egyre többen, és például Halóda Attila, aki ugye energetikai szakember, azt mondta, hogy most már nem igazán lehet fenntartani például a benzinástopot. Továbbra is folytán van a hatósági áras üzemanyag. Több ma készült nézői felvétel is erről tanúskodik. Ezen a budapesti kúton a 95-ös benzin fogyott ki. Itt pedig még a töltőpisztolyt is lekötötték. Hétfőre vagy kedre várnak újabb szállítmányt. Sokaknak több kutat is végig kellett járniuk, mire benzinhez jutottak. Ahol pedig még van üzemanyag, ott komoly korlátozások vannak. Vagy, ahogyan ezen a pécsi kúton is, kígyózó sorok. Az ellátási problémák fokozódni fognak. Ezt már Holoda Attila mondta híradónknak. A szakértő szerint ki kell farolni a piac torzító benzinástopból. Ma már annak a politikai hasznossága, amit a kormány remélt ettől, hogy majd ettől az emberek megnyugszanak, az már elmúló félben van. Sokkal többre értékelik az emberek ma már az ellátás biztonságot, az, hogy legyen benzin. A Dunai finomító továbbra is csökkentett kapacitással üzemel. Ami azért is lényeges, mert a zavartalan működés a benzinástop fenntartásának egyik feltétele. Hát azért mondtam, hogy elég sok ér van most már például a benzinástop fenntartása ellen, hogy erre most már nem igazán van szükség. Legalábbis ugye Holoda Attila azt mondta, hogy most már politikai szempontokból sincs rá szükség szerinte. Ezzel mennyire értenek egyet? Itt az történt szerintem, amit a tankönyvek leírnak. Tehát ennek ez a tankönyvi következménye, hogyha a benzinástop fel, akkor előbb-utóbb hiánygazdaság lesz. Mi hát ő még nem, mert nagyon fiatal, de mi már átéltük ezt Ferivel, hogy a szocializmusban ez rendszeresen előjött más ügyekben. Egyébként pont benzinástop nem volt, de már, vagy benzin ügyben nem. Tehát ez történik. Most előttük van egy nagyon világos példa. Argentína jelzi azt, hogy ez mennyire tévút. Argentínában elkezdték az ástopokat, először csak néhány árucikkel, aztán egyre többel, most már közel 1000 cikkre terjed ki az ástop, és az infláció ennek erre több mint 100%-os, és folyamatosan emelkedik, és ami pedig az ástopot illeti, az történik ott is, mint itt is, hogy eltűnnek ezek a termékek a normál forgalomból, és a fekete piacon lehet megvásárolni sokkal drágában őket. Tehát ez egy teljes tévút volt, ezt első pillanattól lehetett látni, és ez azt hiszem, hogy nagyon hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaságvezetésnek a nemzetközi hitele is és nagyon meggyengült. Ugye nem véletlen, hogy a Ryanair vezér egyenesen idiótának nevezte azt a minisztert, aki ezt bevezette, és ugye Nagy Márton miniszter az eleinte kiállt emellett nagyon egyértelműen, hogy ő hisz ebben, azt mondta, és hogy ez jó dolog. Hát most látjuk, hogy ez hova vezetett. Egyébként a hírek szerint hamarosan a kormány is be fogja látni, tehát hetek kérdése, valószínűleg a karácsonyt megvárják, mert nem lenne kedvező számuk. Ugye Holoda Attila is januártól beszélt, hogy úgy gondolja, legfeljebb. Úgy néz ki, hogy januártól kivezetik ezt. Válaszunk kettő, ugye,
Az élelmiszert, meg az üzemanyagot. Igen, és üzemanyagot. Az élelmiszernél ugye szerintem nagyon hamar túlkerülhetünk rajta, és már elmondta azt, amit láttunk. Abban a pillanatban a hiány generálunk, abban a pillanatban jön a fekete piac és a felár. Igen. A másik, amit egyébként az a maiak isnak kell érezni, aki nem érték át ezt már egyszer, hát az nagyon jól mutatja, mennyi a magyar élelmiszer infláció. Meghaladja a 40%-ot, a legmagasabb az Európai Unióban. Szeretném megkérdezni, mit ért az ársapka? Hát ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy ott a vesztesége van a kereskedőnek, miután nem szociális intézmény, abban a pillanatban a másik 60-70 ezer termék, amely Tesco-ba vagy egy Spárba van, azon behozza. Ezen nem is érdemes mit mondani, ez zsákutcába bementek, most persze karácsony előtt kijönni belőle, hát nem egy egyszerű történet. Az üzemanyagnál meg az ösztönzési probléma is van, nyilvánvaló. Hát a magyar társadalmat nem ösztönözték arra, mikor most mondják, hogy takarékoskodj, hogy szigetelj, és azt nem mondták, hogy ne üljek az autóba. Hát igazából a 480 forintos benzinár felkérés táncra, hogy mondjam, milyen érdekes lényegtelenek, nem olcsó a 480 forint, de ahhoz képest, hogy 780 is lehetne, tehát nem érték el azt a hatást, hogy a magyar társadalom gondolja végig, hogy ne üljön be, kettő, nem csináltak olyat, mint például Németországban csináltak a nyáron, hogy egész, azt mondja, ha nem akarok hazudni, havi 9 euróért mindenre föl lehetett ülni, ami tömegközlekedés. Hallott ön arról, hogy Magyarország akár a MÁV, akár a BKV, akár a Volán gondolkodott volna, hogy tett volna egy olyan ajánlatot, hogy szállj ki az autóból. És a harmadik, az árkérdése. Meg lehetett volna oldani, ezt Attila egy másik interjúban elmondta, hogy egyébként rászorultsági alapon is lehetett volna az üzemanyagot kedvezményezni. A magyar társadalomban van egy széles réteg, épp az előbb beszélt arról a befektetői rétegről, 1200 forint is lehetett volna egy liter benzin, azt is megveszi. De az a nyugdíjas, aki ezzel az autó, a kis 12 éves Suzuki-jával megy vásárolni, annak ahogy, és az Orbán kormántól nem idegen, ad neki benzinjegyet, és szépen havi 50 literrel el tud menni vásárolni, és el tud menni a telekre, és aki meg bírja, az meg fizeti. De bemondnak a zsákutcába, tehát nagyon-nagyon nagy gond lesz, mert ez rögtön lökni fogja az infláció. Ez ennyire egyértelmű, hogy ez előbb-utóbb bevezett a zsákutcába, akkor miért csinálta mégis? Politikai hasznot remélhetett ezek szerint ettől? Ebben van nagyon igaz a Holoda Attilának, hogy lehet ezt innen nézni, onnan nézni. Én ugye nem éltem át ezt az időszakot, amiről itt szó van, viszont olvastam Kornait, nem feltételezem Nagy Márton, hogy nem olvasott Kornait, nyilvánvalóan ő is olvasott, pontosan tudták, hogyha hatóságot vezetünk be, abból hiány lesz, de hogy nem ez a politikai gondolkodás, meg cselekvés mozgatórugója, hanem kizárólag a politikai hasznosság, a pillanat uralása és a kommunikációnak az uralása. Ezért nagyon veszélyes ez a dolog, és ez a másik, amit szeretnék mondani, hogy ez iszonyatosan addiktív. És erre nagyon jó példa Argentina, amit említésre került korábban, ebben nagyon nehéz kijönni. Mert azt mondják, hogy holnaptól nincsen ársapka most már a benzinem, meg a csirke mellem, meg a farháton, meg amiken még vannak, akkor azonnal duplázódna az ár. Tehát ugyanaz az inflációs sokhatás, ami elhúzódóan érintette volna a lakosságot, az egyik napról a másikra érinti, és ennek még nagyobbak a politikai kockázatai, tehát még kevésbé fogja egy ilyen populista kormány ezt bevállalni, és egyre inkább lavírozza bele magát a zsákutcába. Én sajnos nem vagyok arról meggyőződve, hogy januárban ezt el fogják engedni. Pont, hogy én attól nagyon tartok, hogy a falig, meg még a falnál is tovább fogják ezt tolni, egyszerűen azért, mert az önkritika, meg az önreflexió ennek a kormányzatnak, hát nem az, hogy nem erőssége, hanem mint ördög a tömélyen füstöl úgy fél. Másrészt meg tényleg ez a cinizmus, amit ők megengednek maguknak, hát nem az, hogy nem ösztönözték a lakosságot arra, hogy spóroljon, hanem megalázták, kinevették, és pellengére állították azokat, akik csak megpendítették azt, hogy lehet, hogy picit okosabban kellene felhasználni az energiát. A világon, Európában biztos, mindenhol máshol csökkent a benzinfogyasztás. Magyarországon történelmi csúcsokat dönt az, hogy mennyit fogyasztunk. De megteheti mondjuk a kormány, hogy nézve a gazdasági folyamatokat nem vezeti ki előbb-utóbb ezeket az ársapkákat? Ez belefér a pakliba ezek szerint? Szerintem nem, és szerintem ki fogják vezetni, én arra gondolok, a leghamarabb szerintem a benzin esetében fogják kivezetni. A csirkeforrát meg ezek meg maradhatnak, de hát ez azzal jár, amit Ferit nagyon tökéletesen elmondott, hogy minden más viszont az egekben van. Ugye az Európai Unióban az élelmiszer infláció az 17%-os, nálunk 43 vagy 44 a KSH szerint, az én saját bevásárlói kosaram szerint inkább 60, tehát én úgy érzékelem. Szóval előbb-utóbb azt is ki kéne vezetni, mert semmi
haszonnal nem jár, és főleg, hogyha nehéz helyzetbe kerül a költségvetés, akkor szerintem meg fogják tenni. Hát ez a végszó már, köszönöm szépen, hogy elmondták a véleményüket, és ez a végszó erre a hétre is, viszont a jövő héten a szokásos időben, hétfőn este 3-4-9-kor ugyancsak lesz mai téma. Most viszont maradjanak továbbra is az ATV-vel, mert hogy kezdődik az öt, és hát ez is téma lesz, meg természetesen az uniós pénzekről is beszélgetünk majd. Egyébként pedig szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszontlátásra!